Amúgy anyuka, hogy van az egészséged? Most már jól vagyok. Nincs semmi gáz. Hál' Istennek, végre van pozitív is. Ja, csak melóhely nincs. Kirúgtak. De csak így jellazám? Jó, hát ez van, bunkó volt a főnök. Van ilyen. Főnök? Mindig bunkó a főnök. Helyzet is van. Figyelj. A másfél millió az... az nem arra kell, amit mondtam neked. Nem a barátodnak kell segíteni belőle? Nem. Akkor mégis mire kell? Játékgépezek. Összejött egy csomó adósság, nem tudtam, mit mondjak, egyszerűen szégyel. Játékgépezel? Aha, szégyeltem az egészet. De édesanyja, ezt miért így mondod? Ezt mikor akartad nekem elmondani? Azért ez nem egy olyan dolog, most. Hogy... Mi? Jézus! Mióta csinálod ezt? Egy éve megy az egész balhé. Egy éve hazudsz nekem? Francot mondtam volna! Hát mondjuk ezt most is el tudtad mondani, nem? Az Istenit, megértheted? Figyeltem, na. Hát szégyelheted is, mert ne haragudj. Nekem hazudsz, pont nekem. Jóval jót akartam. Azt akartam, hogy kikeveredjünk minden. Azt hittem, hogy gyorsan megoldom a helyzetet. Hát nagyon gyorsan megoldottam. Figyelj, hogy a száj ki az egészben jó, ez nem a te ügyed. Ezt én hoztam össze, és nagyon rendes, hogy eddig is próbálkoztál, de száj ki ebből jó. Semmi gond, megoldom én. Gyere, Jani, felkészítelek, jó? Meggyúrlak. Na, jó lesz, jobb már? Érzed egy csit? Zolika, gyere, mutassunk csak be neki valamit. Na, figyelj, annyi a lényeg. Itt a rúd, elkapod. És húzóckodás, jó? Jó, de te nem most edzesz, most ő edzek kicsit. Nem, csak bemutattam barátokat. Én meg innen hátulról támogatlak mentálisan. Hopp! Na, menni fog az. Jó, számolom, jó? Na, gyerünk. Nulla. Oda nézz, apuka. Hopp, meg volt az egy. Miről beszélgetünk? Gyerünk. Kettő. Nyomom. Egy. Három. Kettő. Ez nem volt szabály, Zoli, ez szabály. Jó. Nem tudtok számolni. Gyere, edzük át, mozgassuk. Jó, meg volt, gyere le, légy szíves, gyere le, fekvő támaszba. Ja, nézd, csak mutatom így, ne, itt löki a fekvőt, itt van a Rudi, nyomogatjuk, leengedjük mellig, nézd, Rudi. Megy a cici Rudi, gyere Jani, mutasd csak, hogy csinálod, légy szíves. Na most az én edzés technikámat lopod? Nem, ez azért, mert tőlem hallottad egyszer, barátom, akkor még nem vagy edző. Cici lemegy Rudi, jó? Úgy. Fúj, de gyönyörű, Janikám. Menni fog, gyerünk, nyomjad. Azért Janinak van még mit behozni a edzés terén, de az, hogy másnaposan lenyomta ezt az edzést, le a kalappa. Na jó, én addig kicsit izé átmozgattam magamat is, Zolika, ha már te itt izé. Na végre valami. Angyászkodsz? Ja. Inkább magatokkal foglalkozatok, majd én foglalkozom Janival. Mi van? Nem látom, hogy szenvedsz, nyomjad! Csináld! Nagyon-nagyon sok kenelünk van, és a sok kutyára nagyon sok élelmiszer is jut, amit ott tárolunk, abban a kis faházban. Szoktak adományozni kaját amúgy nekik? Néha napján. Jönnek emberek és adnak. Tényleg? Az tök jó. Legalább ennyi. Nézd! Őt tegnap találtuk. Azt látod, hogy adatom eszik? Nem, hát most szegény még nincs lemosdatva. Átnéztük, se egy embléma, se egy csip, úgyhogy ezt minél előbb meg fogjuk csinálni. Most elkezdte a két hét karantént, addig jelentkezhet nála a gazdi. Ha nem, akkor most már lehet örökbe fogadni. De amúgy ilyen... nagyon barátságos, nem akarod megsimogatni? Én most kimegyek. Kimegyek? De miért? Hol? Baj van? Nem érzem magam jól. Nem bírom ezt a helyet. Gyerekkoromban megharapott egy kutya, azóta rájuk se tudok nézni. Valószínűleg a kutyaszőrre is allergiás vagyok. Szóval ez a program nem volt a legjobb. Nem igen. Akarsz inkább akkor kis kutyákat csimogatni, nem, vagy? Én ki szeretnék menni, ki megvárlak titeket, jó? Ott leszek kint az egyik párnak a tövébe, árnyékban. Oké. Okay. Bocsánat. Jó, oké. Okay. Neki miért lila a nyelve? Hát neki volt egy nyakműtéte. Őt láncról kellett leszednünk.
Úristen. Nálából nem ijesztelek meg ezeknek a kutyáknak, ezeknek a fajtáknak lila a nyelve. Nem kell komolyan menni. Őt be kellett csippesztetnünk, és nem sokára majd jönnek érte az új gazdi. De jó, tök jó. Azért akkor így gyakran fogadnak örökbe, nem? Gyakran, gyakran. Na, legalább ez egy jó. Tudod, mi van Lilával amúgy? Hogy... Nem. Kicsit megrémiszt, olyan, mintha... Nem tudom, fura. Megértem, hogy rosszul esik. De biztos, hogy csak melege van, szerintem. Ha. És te akarsz kis kutyákat csimogatni? Persze. Jó, van. Nézzük meg. Ezek már egy picit nagyobbak. Jó. Megtaláltam a csajokat, azt néztetek. De hol találtad meg? Na beírtam, hogy hegedű művész. Ikrek, és kiadtam. Nem vannak az interneten. Fel, durva, mi? Na, de így, és ilyen szexin, itt nyomják egy... Hát szexin, na, hát most mi van? Bugyiba van ez egyik? Bugyiba. Jól látod. Durva, mi híres? Hát igen. Hírességek laknak nálunk. Kicsit beszéljön, így... Azt akartam kérdezni, hogy így, tehát neked ilyen jobb rálátásod van így női szemmel ezekre a dolgokra, hogy így reggel fogatmosok, kopogtatnak az ajtón, és akkor így ott áll az ajtóban, amikor kinyitom, és így igen. Hoztak kis ruháit, ilyen kis szexi dolgokat, hogy nem tudnám kimosni. Persze, természetes, hogy kimosom, és hogy hát majd berakjuk a mosógépbe, és hogy utána megyek a medencéhez, és próbálok beszélgetni, és így egyszerűen kifordult faképnél hagyott most. Hát, figyelj, komolyan nem értem, komolyan most az a baj, hogy értem, Tomitól el kellett volna vegyem a fűnyírót és leteremtenét a gyereket? Hát figyelj, lehet. Ezt bántotta meg őket? Az is lehet, hogy azt gondolja, hogy neveletlen a gyereked, és ezért ez így neki rossz fényt vetett a próbájukra. De én ezért is bocsánatot kértem, és így erre föl mégis ott hagyott egyszerűen. Komolyan, mit tegyek vagy itt szerinted? Hát figyelj, Fater, most komolyan elmondom őszintén a véleményemet. Ma máskor is észrevettem, hogy nagyon nem megy neked ez a csajozás. Tehát én nem tudom, hogy te hol élsz, a 60-as vagy a 70-es években, de hogy ez nem nagyon nem megy neked. Nem megy a csajozás. Hogy lettél te meg a Tomi? Hát ez nem, véletlen. Persze. Megy az azért. Na jó, mindegy is. Na jó, Fater, figyelj csak. Akkor én azt tudnám mondani, hogy vidd el mondjuk sétálni, fagyizni, vagy valami kis esti programokat találják ki, érted? És akkor lássa az, hogy te egy igazi férfi vagy, és hogy tényleg közeledni akarsz felé, vagy tényleg vegyél neki, mondom, virágot, azt minden nő szereti. Mm-hmm. Na? Na, megy ez neked? Valahol mélyen belül... Kitalálom, átgondolom, és akkor... Benned van ez azért, nem? Valamit összehozunk, de azért köszi. Nincs mi, Pata. Bízom benned. Hát te? Hello. Szia. Gyere, iszol egy bort. Ünneplünk valamit? Nem ünneplünk. Ajaj. Köszi. Na mondjad, mi van? Figyelj csak, akartam tőled kérdezni valamit, mert azért egy ideje már itt vagy, és hát látsz dolgokat, és de mindegy, szóval csak azt akartam tőled megkérdezni, hogy a Csaba megcsal engem? Nem. Nem hiszem. Különben sem vagyok itt azért olyan régóta, de kétlem, hogy megcsalna, szeret téged. Mert annyira megváltozott, amióta a kapcsolatunk elején teljesen más ember volt. És én meg most már ott tartok, hogy szeretnék gyereket, szeretnék családot, nagyon szeretném, hogyha végre feleségül venne, és egyszerűen ez nem történik meg, és fogalmam sincs, hogy mit meg hol rontok el, és én már nem tudok mit csinálni, érted? Már... Na, figyelj. Zsuzsa, nyugodjál meg. Ha úgy is van, hogy nem Csaba az igazi, akkor sincsen minden esélyed veszve. Felnőtt, gyönyörű, okos nő vagy. Ezzel meg egy ilyen van, mint Csaba. Sőt, lehet még jobbak is. Szóval szerintem emiatt egyáltalán ne feszüljél, mert felesleges. Csaba meg majd összeszedi magát, lehet, hogy ez csak egy hullámvölgy. Ha meg nem, akkor meg ennek így kellett lennie. Tudod, nagyon-nagyon sok pénze van a szüleimnek, és
Az apám beinvestált az egyik vállalkozásába, egészen sok pénzzel. És én attól félek, hogy mert csak ezért van velem. Fú, hát nem tudom, én nem ilyennek ismertem meg Csabát. Nyilván te ismered, de szerintem most már mindent összeképzelődsz amiatt, mert feszülsz rajta. Nem hiszem, ez butaság lenne. Figyelj, tényleg hessegesd el ezeket a gondolatokat, és próbáld meg jól érezni magad, jó? Egészség. Egészség. Szóval ezért ragaszkodik ez a Zsuzsához. Most már értem, hogy mi ez a nagy szerelem, nevetséges, de Zsuzsát azért sajnálom. Fura volt a szitu. Olyan gyorsan Manu. Elépett. Biztos, hogy csak a kutyusokkal van baja? Szerintem igen. Azért tényleg nézd meg, itt vannak ezek a kis cukikák. Hát hogy? Hát nagyon nehéz azért köztük itt lenni, és nem hazavinni őket. Mondjuk igen. Igen. Szevasztok. Azt hittem, hogy egy kicsit vagányabb csajsz, de úristen, egyszerűen gyönyörű az a lány. Különleges, az biztos. Lehet, hogy még a náninak is bejön. Olyan kis fura a kettőjük viszonya. Én szerinted bejön a náninak? Nem tudom, ez csak egy tipp volt. Hát én nem ismerlek még titeket annyira. Á, nem, hát a Lilának ilyen a stílusa, úgyhogy nem, értem. Csak nem. Nem, szerintem nem, meg hát tudod, Nandi most jött haza külföldről, úgyhogy most nagyon bulizni szeretne, nincs ezzel semmi. Ne értsd ezt, szerintem ezt ne értsd félre. Nyár van, aztán együtt vagyunk, haverok vagyunk. Ennyi. Jó. A kutyákhoz meg vagy biztos, hogy hozzászokik, szerintem fogtok. Ti még nincs ott más semmi. Örülni tudok, hogyha nincs ott. Janikám, a feladat a következő. Jóha. Tehát én vagyok most a csaj, azért hoztam kendőt, hogy illusztráljam, hogy jöööö. Na, neked meg kell győznöd arról engem, hogy én neked te kellek. Érted? Jó, oké. Okay. Na, tehát érted, mintha benne lennénk nagyban az éjszakában, és oda jön hozzád egy csinibini csaj, tudod? Ja, menni fog? Persze, hogy menni fog, Janikám, profi vagy. Na, figyelj, kezdjük. Jó, gyere, Jani, kicsit felgyúrd a kezd, mert annyira bágyat a tekinteted. Na. Jó, egy-kettő, és kettő. Ne. Látom, Jani, hogy teljesen le van fáradt. De, oké. Okay. Na, jó, figyelj. Szióka. Szia. Te mivel foglalkozol? Ez most milyen kérdés, hogy mivel foglalkozom, Jani? Ki a érdekel, hogy mivel foglalkozom, hogyha haza akarsz vinni, szexelni. Most komolyan, kit érdekel? Na, kezdjük újra az egészet, légy szíves, jó? Szedd össze magad, gyors ürítés fejbe. Na, figyelj oda! Szia! Szia! Na, hova valósi vagy? Komolyan mondom, ez a csávó a csajozás terén olyan, mintha újra meg kéne tanítanom írni, vagy olvasni, nem is tudom, de mindegy, majd mi kihozzuk belőle a maximumot. Mindegy, figyelj, este csajozunk, mennyi addig, feküdj le egy kicsit, pihenjél, unnod át ezt az egészet. Úgyis csajog a fejem, úgyhogy... Ja, Zoli, engedd be, hagyd pihenjen le. Hát jól erre van. Pihenjen is rá. Jó van. Majd aztán este újra nyomjuk. Kösz is rácok. Kit érdekel az, hogy hova valósi vagyok? Kata? Igen? Figyelj, szeretném, hogyha ma itt aludnál, jó? Megoldható? Miért kell itt aludni, bocsi? Azért, mert reggel vissza. Nagyon sok munka lesz, mindig. És szeretném, hogyha minél hamarabb tudnál kezdeni, jó? Hallod. Persze, jó, benne vagyok. Szuper, köszönöm. Igen, mi most elmegyünk vacsorázni. Menjünk is. És aztán meg majd jövünk. Mehetünk. Jó? Jó szórakozást. Köszönöm. Neked meg jó munkát. Köszönöm. Na, szia. Sziasztok. Hello, minden jót, szia. Viszont. Szorul a hurok csabanyaka körül, de legalább most elmentek, és lesz egy kis időm, hogy megtaláljam a telefonomat. Szia, anya! Igen, ne haragudj, hogy csak most hívok. Azt szeretném kérdezni, hogy ráérsz most, mert szükségem lenne a segítségedre egy kicsit. Igen, nagyon jó. Jó. Figyelj, akkor mondom a címet, tudod írni? Lilla, hova rohansz? Megyek el.
De hova mész el? Hát megyek Nándihoz. Te mi az, hogy mész Nándihoz? Hárman jöttünk nyaralni, erre elmegyünk. Jó, tudom, elmentünk a Sebihez, de nagyon nem jött be ez az egész. De most meg ott hagytuk. De van köztetek valami a Nándi, hogy te így sietsz hozzá, vagy mi van? Nincsen köztünk semmi. Nem is semmilyen okot nem adtam neked arra, hogy azt gondolod, hogy van, legyen. Vigyázz, kutya. Csodás. Nem, csak nincsen azért... köztünk semmi. Aha. Nem, csak azért kérdezem, mert a Sebinek is feltűnt egyébként, csak mondom. Tehát egy kicsit így... A Sebi... Lehet, hogy egy kicsit félreismertem. Láttam a kutyát, amire nagyon akartam, ezt a pasit meg akarom is, de... Hogy tudod őket utálni? Nem tudom, ez a szőr... Nem ment. És Nándi meg tudom, hogy így vár minket. Szóval most tényleg menjünk, aztán legyünk vele, felejtsük el ezt a kutyaszőrös témát. Jó, figyelj, én elhiszem, hogy nagyon sajnálod a Nándit, én most szeretnék vele külön beszélni, úgyhogy ha megteszed, akkor hagyd már minket egyszeres kettesben. Jó, elmegyek akkor a szállásra, aztán lemosom magamra ezt a sok szört, mert herótom. Most le. Sajnálom, hogy így ez történt, és így... Oh. Segítetek valamiben? Szóval így azért jöttem, hogy így még mindig itt a reggeli dolgot. Annyira sajnálom, hogy így ez a fűnyírásos dolog. Gyors már, ne porázz ezen, ne görcsölre. Szóval így szeretném, ha elfogadnád, és így, ha lenne kedved így egy randira esetleg megihatnánk valamit a Balatonparton, így sétálhatnánk egyet, hogyha a testvéred így nem lenne baj, hogyha magára hagynád, és mi pedig így elmennénk együtt. Jó, megbeszélem a testvéremmel, jó? Jó, köszönöm. Őszintén szóval most nem lettem okosabb semmivel. Most akar randizni, vagy nem akar randizni, nem kaptam se egy igen, se egy nemet. Ezt eddig is tudtam volna, ez virág nélkül is ment volna. Until your life is gone. De mit keresel itt? Gondoltam, hogy még mindig játszod a kis játékaidat. De figyelj, erre ne játsz. Csak azt szeretném, hogy ezt elfogad tőlem a bocsánat kérésem jelejével. Bárint megbántott ezt, szerinted érdekel a bocsánat kérésed? Meg fogsz hatni egy ilyen kis gazdal? Lesz már, ne haragudj. Nem tudtam mit csinálni, egyszerűen csak beállított az exem. Aha, csak beállított. És te véletlen pont, ugye? Na, ezt annak mondjad, aki elhiszi, jó? Mert én nem fogom, szevasz. Mert egy picit, azt nekem hoztad, nem? Igen. Kösz. Szevasz. Srácok, kemény menet lesz Janit becsajoztatni, mert ez a produkció, amit eddig mutatott, nagyon kevés. Dehogy is, találunk neki valami jó kis tízes csajt. Jaj, tízest. Úgy teljesen kiedzettük Janit, most már megtanította Dorian mindenre, úgyhogy igazából nagyon könnyen hát azért fog menni ez a kicsit dolog. Több idő kéne, Apika. Micsoda? 10 év után szerinted felkészítette Dorian ennyivel? Láttad hát, a reakciókat? Azért te is tudod, hogy én azért könnyen Azért, mert neked van egy stíled, neki még nincs. Micsodám van? Mondom, azért, mert neked van egy stílusod, ja, az még persze. Nem biztos, hogy ezt megtanítottad neki három alatt. A stílus, érted mégiscsak. Neki is van, csak nézd rá. Jó, mindegy, az a lényeg, hogy este szerezzünk neki egy csajt. Ha megvan a csaj, ez a terv. Akkor tovább lép, és minket végre békén hagy. Mi? Mi van veled, ember? Ja, azt mondom, hogy Janit be kell csajoztatni, és akkor leszárolunk. Srácok, van egy kis dolgom, mindjárt jövök, elintézem, vigyázzatok magatok, részogassatok, jövök vissza, mindjárt jövök vissza, pitpak, elintézem. Aha. Itt vagyok 5 perc. Jó. Szóval megy.
Gyerek, az nem ebben a világban van. Nekem ez gyanús. Nem szokott, csak sunyul. Csak mi? Figyelj, tesim, mennyi vigyázzál Janira. Addig én meg megnézem, hogy mit csinál. Megnézem, mit csinál ez a jó ember. Jó, menjél.